Jo, das war die 10. No sziasztok! Fejezzük be a Dark Souls 2-t. Legalábbis. A Scholar of the Dexfog Edition-t. Úgyhogy ez lesz most a hosszú rész. Szerintem egy két óra alatt meg leszek vele. Remélhetőleg. Majd kiderül, hogy mennyire, hogy merre. Viszont... összes DLC. Úgyhogy kezdjük is ezzel. Igazából... ez igen. Kettő hit. Kettő hittel kibékülünk. Az ott leesett. Na... ne igyál már ezt tuszt. Mellé ugrostál, barátom. Lári fári. Megkapod. Megkapod. Így egyet. Ez a fegyver tök hasonlít a Dark Souls 3-ban a izére. Wardnak a kalapácsára. Hát igazából akár le is eshetek. Te marha. Nyászi! Nyiszi! Jó. Nem lesz 100%-os a DLC rán, nem szedek össze minden egyes itemet, mert igazából nincsen sok értelme. Na! Ja persze, mert ott még van egy IS. Kis buzi. Lightning Urn. Glöjj. Ögy. Viszont berakunk másfajta nyilakat is, mondjuk ezt a Fire Arrow-t. Mert azt ott csak kilőni lehet. Legalábbis könnyen csak úgy lehet megölni, hogyha kilövöd a teknőst az aljában. Úgy. Ah, baszki, a poison level-t öztem rohadt életbe. Nem azt akartam. Mindegy. Cracked Eye Orb. Cracked Red Eye Orb? Az a helyzet. Nézzétek el nekem, de egy kicsit álmos vagyok. Úgyis 11:30 van. Este. És most állok neki két órás rannak. De hát ez van, amikor az embernek van két gyereke. Nem akkor játszik, amikor szeretne, hanem amikor tud. Úgyhogy ez van. Törődjetek bele, így jártatok. Ha-ha! Vagy én jártam így? Ki tudja? Á, nem. Viccelek ám. Másik oldalról kellett volna biztonságosabb.
Arra. Aztán ide. Hogy mellé ütött. Mellé konyökölt egyet. Azt sem tudom, mi ez. 10 darab rusted coin. Te még utána nem jössz. Babom. Hello, Sin. Sinh. Sinh a szundító sárkány. Na, oda majd vinni kell a Repair Paladet rendesen. Dragon Sanctum. Great Hero és a Dragon Charm. A poison nyilakat lövöm, mert bőre vagyok. Szét kell lőni azokat a hullákat, mert különben szellemek maradnak ezek. És szellem formában fel akkor egy sebzel rájuk. Az lesz az igazán vicces, vagy nem sokára jön az a rész, amikor egy csomó ilyen szellemforma lesz, viszont a testük egy másik teremben van, de így jó messze. Tehát át kell futni az összesen, szétvenni az összes testet, miközben öten vagy hatan rohannak utána ilyen nagy szellemek két karral, és utána nekiállhatsz harcolni velük. Katarina Helm. Destructive Great Arrow. Ha! Hát nem sokan múlott a poison. Ez meg azt hiszem csapdás, igaz? Dried root. Dried root egyébként nem rossz dolog. Semmiféle védekezés. Egy darab efficsi. Te meg maradjál magadnak ott fent. Hát de miért a lábcsomat használom, ha van egy csomó ezt a szob, na mindegy. Itt nem esünk le, hanem átugrunk. Most elő lehet venni az íjat, és oda be lehet lőni. Meg oda is. Ennyi. Nyisz, 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 nyasz, nyasz, nyisz. Jaj, de kár. Hello. Hello. Nyisz, nyisz, nyasz, nyasz, nyisz. Soul of a hero. Human effigy. Ez a láda a kemény itt. Ez a jobb oldali. Azt hiszem. Ja, 3 darab Twinkling Titanite, meg 3 darab Petrified Dragonborn.
ezt így asszetikekkel lehet farmolni. Úgyhogy csak egyszer kell megölni az itteni bosszokat. És utána a Tower of Prayer-t, azt a bombafejet, ahol az előbb, ahonnan az előbb indultunk, azt kell meg ezérni, asszetikezni, és akkor visszacsukódik a láda, és akárhányszor fel lehet venni ezt a három darabot mind a kettőből. Marha kemény. És most jön az a rész, hogy szaladunk. És ide fel kell futni. Mert itt van az, hogy tele vagyunk szellemekkel. Meg ilyen padlózati szarokkal. Ott van bent egy miracle. Ezt úgy kell csinálni, hogy innen ki kell lőni a izét, azt a gombot. Utána le kell menni a földre, mert alul lesz a... Azt hiszem, igen, alul lesz a kis karika. Onnan az ajtó elől be kell lőni még egyet, aztán megint föl kell ide jönni. És utána itt lesz ezen az oldalon a nagy karika, be kell lőni oda is, és akkor beáll alulra, és akkor be lehet menni. Ezt nem akartam, hogy meglássál, de most már mindegy. Hát ez mellé. Ja! Ja, hogy együtt is. Hát, az nice. Na, most jön a futi. Egyet azért viszunk. Egy. Közben felvesszük a dolgokat is. Mert greedik vagyunk. Kivesszük a fegyverünket, mert csak hátráltat, hogy van fegyver a kezembe. Parasztok! Lúgy. Na, futunk még egy kört. Jó, és akkor most kézzel. Úgy. Ez sokkal könnyebb. Nem akadok bele semmibe, nem pattam vissza a kezem semmiről. Alig fogy a staminát. Na. Találd el, jó? Úgy. Van még? Nincs több. Közben úgy látom ketten, vagy hát egy páran a szakadékba is beleestek, úgyhogy... Chaos Blade-et vissza. Glúgy. Szervusz. Öjdi. Na, közben felvettük egy kulcsot is. Szóval ide mindenképp be kell jönni. Azért a kulcsért, ha másért nem is. Ó, jaj. Lloyd talizmán. Elfelejtem, hogy mi van itt a ládákban, ahol nem valami nagyon lényeges, nagyon über cucc van. Azok így kimennek a fejemből, mert túl nagy a DS2. Na, és akkor te is. Ölni. És fel tudjuk venni ezeket. Mert már nincs alattunk tüske. Iszunk egyet, ez ne lőjön le. Három Tintin Titanite. Ez is ugyanúgy visszajön rám. Mert ez a rész még a Tower of Prayer-hez tartozik ugyanúgy. Úgy emlékszem. Jó. Ezt is ki kell nyitni, mert itt meg a Dragon Eye Stone, vagy micsoda van. Ez a kulcs kell, hogy Dragonstone, ez a kulcs kell, hogy bejussunk az Inner Sanctumba. Megöljük ezt is. És akkor azt ott kilőjük. Ez fontos, mert az nyitja ki az ajtót a Bonfire-hez. Ugyanis itt van egy,
Csak hogyha úgy próbálod meg ezt kilőni, hogy közben 6 szellem üldöz, hát akkor sok sikert. Na az ott most kinyílt. Bantire. Szerintem, á, de azért de leülök, mert itt olyan rész jön, hogy kell az élet, meg az esztusz, meg az, hogy megjavítsa az izémet, a fegyveremet. Nem baj, egy kis fall damage belefér. Meghoz. Jön egy paraszt. Úgy hívnak, hogy Jester Thomas. 1000 millió élete van. És fáj, amit csinál. Nem tűnik kimondottan veszélyesnek, csak szereti az ütéseidnek a nagy részét kidodzsolni. Most szerencsém volt, hogy nem tette. De minél előbb megdöglik, annál jobb. Már egy búzi. Na, gyere, megnézzük, mekkora tünk rájön. Elfogadható. -642. Jó Isten! De miért nem itt? Mindegy, én csak örülök, hogyha nem itt. Petrified Dragonborn. Tiszta durva, hogy ezek ilyeneket dobnak. Lehet farmolni is őket. Van még három. Ha esetleg valami boss fegyverre fájna a fogam. Na most lett vége a Cold Pine Resinnek. 3 effigy. Effigy ez jó, csak az a helyzet, hogy ez így ketten vannak, az már nem annyira jó. Ha hárman vannak, az meg már még annyira se jó. Hopp, az mellé ment. Bazeg! Hogy... Oké. Okay. Király, nem vettek észre a többiek. Apa! Hát ez elkapott. Igen, eléggé fáj, mikor megrágnak. Öh, meg az is, amikor fölöknek. Oké, okay. Meg kellett inni a két esztuszt. Ezt nem értem egyébként, tehát néha ilyen százakat sebzek rá, de hogy... Oh. Na. Milyen régóta nem haltam meg. Ideje volt, úgy látszik. Na. Nem is tudom, minek foglalkozok velük. Mert igazából nem kell. Na. Add csak vissza a HP-mat. És van annyi effigy-m, az egész játékra elég. Jó, akkor most következik a speedrun. Bár szerintem a szólókat azért felveszem. De igazán nem vagyunk messze. Szóval azért furák ezek az ellenségek, mert nem konzisztensek. Tehát, hogy így láttátok, hogy az első hármat azt úgy levágtam, mint a szar. Ezt az utolsót meg. Hát van, amikor ilyen százakat sebzek rájuk. Nem akarom megölni őket, mindet, csak fel akarom szedni a szoljaimat. Azért azt azért szeretném.
mi az anyád? Mi volt ez a teljesítmény, Spike? Erről mindjárt utána nézek. Az anyád volt ez. Mi se kell feladatkezelő? 70, 79 vagy 80% processzor. Browser source. Mi van? Megőrült. Megőrült a gépem. Egyszer csak így 79%-os processzor kihasználtságot mutatott. Ami azért vicces, mert én ezt most PS4 remote play-jel játszom, tehát a munkaoroszlán részét nem a számítógép végzi, hanem a PS4. A remote play az csak a videókártyát terheli, hogy megjelenítse a dolgot a monitoron. Na jó, mindegy. Kinyitottuk, amit ki kellett kitni. Annyi van, hogy megyek felszínen a Bonfire-t, aztán utána visszateleportálunk a Tower of Prayer-be, mert arra felé van egy harmadik bossy boss, és azzal kéne kezdeni. Mert ez a legidegesítőbb. Vagyis hát inkább csak ilyen futkározós, időhúzós, nem mondanám kimondottan nehéznek, de néha elég rohadék tud lenni. Ja, nem arra. Föl kellene vennem a macska gyűrűt. Igazából tök mindegy. Nem érdekelnek a Drake Blood Knight-ok, vagy hogy hívják őket. És akkor itt hátul egy Carbon Fire. Aranyos helyre rejtették. Na és akkor innen már boss jön. Három boss mindjárt. Csak még a Tower of Prayer-ből felszedjük az utolsó Bonfire-t kívül. És akkor azzal a bosszal fogjuk kezdeni. Nem erre, hanem újra át kell mennünk a hídon. Úgyhogy tegyünk így. Azt állítják az okosok. Ha ide beteszek a Luring Skull-okat, van ilyen, nem? Ott van. És ezt így ide eldobom. Meg oda. Akkor ezek nem hagynak, akkor béké hagynak. És milyen igazuk van? Nincs baj egyébként ezek az ellenségeket, csak annyira szűk a hely, és ketten vannak, hogy nem tudok elmenni mellettük normálisan, és hogyha beállnak mind a ketten így pajzsal, és mögüle szurkodnak láncsával, akkor így mind nem nagyon tudok mit csinálni. Úgyhogy kapnak egy kis segítséget, hogy menjenek a picsába az utamból. Eternal Sanctum Key, Lightning Clutch Ring. Abban mi is van, nem is tudom. Nem itt vannak a Dry Root-ok, nem? Nem? De 5 darab Dry Root. Az jó cucc amúgy. Szépen lassan tölti az életed, akkor is, hogyha tele vagy. Tehát, hogy nem... Nyilván nem tölti túl a max HP-don, de nem áll meg a hatása. Tehát, hogy annyiban jobb, mint a Life Gem, hogy ugye a Life Gem is
lassan tölti a HP-tat, de ha teletölti a HP-tat, onnantól megáll az effekt. És akkor nem az lesz, hogy ha lejjebb, hogyha megsebződsz, akkor a maradékot is még rátölti a Life Gem, amit lemaradt, mert hogy tele voltál, hanem akkor így ennyi, tehát az nem hat tovább. De a Dried Root, az igen. Az egy olyan healing buff, ami akkor is hat, hogyha tele van a HP-d. Szerintem eleget pofáztam erről. Nyasz. Nyisz. Nyasz. Nyisz. Hallott, körbeütöm a pókot. Halljál már meg. Blip, blip. Nem mászok föl a tetőre, mert csak egy Sanctum crossbow van ott, vagy valami ilyesmi. Vagy a Shield crossbow, vagy miért tudom én valami. Na, így csináljuk, jó? Ezt meggyújtom. Pedig úgy belelöktelek volna a szakadékba. Ha, felejtsd el. Hallod? Hogy a francba volt ez? Hm? Rock Shield Baldir. Cannot use bonfire. De hogy nem tudom mi úzolni, hagyjuk már. Na. Akkor úgy érzem, hogy most már jöhetnek a boss harcok, igaz? Hogy vagyok gyűrűkkel? Egyes Royal Soldier. Hát ebből még jól jön a kettes. Third Dragon Ring. Na, boss harchoz. Ez biztosan nem kell. Többi maradhat. Bár talán a Reaper Powder sem fog kelleni most. Cave of the Dead. Félig meddig speedrun lesz a dolog. Nem meg az összes ellenséget odafelé úton. Eleve egy elbaszott egy barlang ez. Azt mindjárt fölmi a kövítés síkom, és így bekövülök, azt meghalok. Ez milyen jó lesz. Nézd meg, tényleg mindjárt megkövülök. Hagyni. Meg is kövültem. A kurva anyátokat. Nem hiszem el, hogy ennyi köpet elkapott, basszus. Nekem ez ilyen 50-ből egy alkalom, hogy be tudnak kövíteni. Nonsense. Petrify. És igazából még azt sem tudom csinálni, hogy leütöm a petrifájoló szobrokat, mert ilyen hülye izék. Úristen, mennyit elvett. Az igen. Csa. Tehát még azt sem tudom csinálni, hogy leütöm a petrifáj szobrokat, mert ezek ilyen teknősök. Szóval így ki kéne lőni őket, az meg így nincs türelmem. Úgyhogy maradunk inkább abba, hogy megfutom a ránt még egyszer. Hagyni békén. Jó, persze kivárhattam volna, hogy lemenjen a csíkom. Itt a második részen, és akkor nem lett volna valószínűleg probléma. De ahhoz meg szimplán hülye vagyok. Hogy ezt így nem tettem meg. Elég lesz már. Na, oda befele. És akkor itt van a három barát. Á, kurva száda. Oké. Okay. Ajaj. Úgy nem jó, ha már másik is beszáll. El kell szaladni egy kicsit. Ide a másikba. Meghalsz. Ölni.
Ugye te is megkapod ám. Oké, ezt nem láttam. Ezt a nyilat nem láttam közeledni. Azért kell előre gurulnom, mert a backstabet kapok, az azonnali halál. Hallod, elég lesz már! Kis buzi ez, gyere ide! Nem jó. Nem jó. Nem jó a backstab. A backstab fáj. Ezt nektek. Kell egy kis stamina. Glügy, glügy. Pápá! Jó kis agyóhúzott alonpáncél. Egy Katarina kesztyűvel. Meg a Chaos Blade. Fájdalmakat szokott okozni. Jó van. Akkor jöjjön a következő boss. Bonfire! Wow. Lassan megint kell vennem izét. Hogy hívják azt? Gold Pine Resin. Hova mész? Ne legyél buta. Travel. Inner Sanctum, Dragon Sanctum, Sanctum Interior. És akkor jöhet Elena. Alalalalalala, elem elem alala. Szerintem. Be kéne tolnom a cica gyűrűt. Ne fájjon már ennyire. Mert így nem fog. Ja, amúgy offline vagyok, mert a PSN-ben nem tudok belépni, szóval... Megpróbáltam kétféle internet szolgáltatóval, egyszerűen csak nem megy. És kész. Levágjuk Elanát. Squalid Queen. Nyasz. Oké. Lüt. Jaj! Nem is, nem láttam, hogy ezt csinálod. Au! Oké. Egy. Kedves ajtó, nyíljon ki! Mennyi van ebből? 4. Az elég. Viszont... Ide most ezt be kell tenni. Mert ez a buzi sárkány, ez toxikos tüzet fúj. És az nem jó. Üljünk le. És akkor csapjuk össze. Szerintem megehetünk egy ilyet is, mert sokat kell majd rohangálni. Jó, nem is kiszáll előre.
Okay. Ja, amúgy a tűzgolyó után toxik marad mögöttem, szóval a több poén. Áll. Ide kell befutni. De így nem jó ám. Lúgy, lúgy. Á, picsába, nem volt elég időm! De simán meg lehetett volna elsőre. Ha nem vagyok balfasz. Ha nem vagyok bálfasz. És mondjuk hílelek. Sokkal hamarabb. És nem rohangálok. 30% élettel. Amikor nem muszáj, főleg amikor fölrepül, meg messze van, és éppen közelítek hozzá, akkor igazán nincs rá szükség, hogy megmaradjak kevés HP-n. Szóval ez nettó butaság volt, amit elkövettem. És meg is érdemlem, hogy elbuktam az első próbálkozás. Hol a francba vannak a lelkeim? Valahol itt, nem? Na, faszom. És ezt miért nem láttam, amikor bejöttem? Hm? Miért nem látszott? Na. Essélj le! Ne ugribugrizzál már! Ó, bazeg! Hisz, minusz egy farok. Na, ennyi. Na, ez semmi más nem volt, csak szerencse olyan értelemben, hogy jó RNG-t kaptam, mert egyfolytában csak maga alá fújkált. Nem repült fel lövöldözni, nem repült fel nekem repülni, mit tudom én ilyenek. Na. Sunken King DLC. Pipa! Úgyhogy mehetünk a következőbe. De azért 300 ezer szólt, azért már illik elkölteni, úgyhogy ezt meg is tesszük. Majulában. Ugye a második DLC-ből már egy jó részt bejártunk. Ott még a Tower Key-t fel kell venni. Cső, level up-oljunk egyet, mit szólsz? Level up-oljunk ilyet. 50. Na, pont annyi, mint akartam. Király. Travel. Viszont Sir Alonhoz meg néhány egyéb helyre már kelleni fog egy alag. Nem beszélget. Vásárolni akarok, nem beszélgetni. Szad ide. Öjj! Álfászomát, hogy mindenre no. Öjj, 82. Thank you kindly. Köszi, én köszi. Nos. Brumet over. Foyer. Foyer. Le kell menni egy szinten lejjebb. És akkor fel kell venni a Tower Key-t. Azt akkor felveszük az Iron Passage Bonfire-t. Ne, rossz felé megyek. Ez megy lefelé. Ne! Igen, az zárva van. De itt ki lehet menni. Na, azért bő fél óra alatt megvolt az első DLC. Ez nem egy rossz arány.
Hagyd abba. Ügy. Csövi. Oh. Szerencsére ez a fegyver nagyon erős. És ahhoz képest, hogy milyen erős, nem használ olyan sok staminát. Szóval összességében nagyon erős. Tudom, hogy itt van egy csomó item. Még Hero Soul is van közöttük. Titan egy chunk. Mi történik? Amilyen nem akart mozogni a karakter. Na, gyere csak elő. Charcoal Pine Resin 5. Én nyerek. Twinkling Titanite. Kettő darab FPG. És ennyi. Hogy állok szurkapiszkával? Smelter Wedge van belőle 3. Ez nem elég. Ahhoz fel kell szedni a többit is. 4 darabra van szükség. Hogy Mr. Fume Knight ne gyógyítsa magát. Pontosabban, hogy azt ne gyógyítsa senki se. Itt van, ez még lejjebb visz. Igen, ott van egy item, de most ezt nem veszem fel. Majd arra fele kell menni, oda át. Pontosabban onnan, arra. Iron Passage. Bonfire activated. Travelozunk vissza a foyerhez. És akkor fel kell venni a maradék pöcköket. Anélkül nem lehet. Anélkül nem lehet esetleg. Hát meg lehet, csak sokkal-sokkal nehezebb, hogyha úgy megyek be egy alapból is erős bosshoz, hogy még healeli is valami szar. Úgyhogy most felfelé megyünk. Fátam. Már. Addig iszok. Iszok egy kis teát. Jó. Itt felmegyük. És akkor erre felé lesz. Ezt megütjük. Ha-ha-ha-ha-ha! Fügyülattá! Az a jó az alompáncélban, hogy egész jó a fire resistje. És de még így is fáj. Még így is eléggé fáj. Jajjaj! Megjöttek. Jártek csak. Jártek csak. Ez egy. Úgy, úgy. Szevasz.
Tök fura, hogy a hordója is eltűnik. Vagy majd miért tűnik el a hordója, azt nem tudja senki. Ups. Na mindegy, itt van, amiért jöttünk. Smelter Wedge, még 4 darab. Ah, túl rövid ideig maradt fönn ez a lift itt. A túloldalra át kell futni. Azt az ajtót is ki kell nyitni. Szoralonhoz a bonfiret. Azt szépen. Ennyi már. Azt szépen megszerezzük. Prowlers. Mindjárt megbeszéljük ezt az egészet. Jó, Prowlers, csak ott a hílelő szarodat azt hanyagoljuk egy első körbe. Jó bírod. És még mindig jó bírod. Egyet, ha össém erre. Glúgy. Soul of Nadalia. Bride of Ash. Hát ez gyönyörű volt. 3-ból 0. Na. Ijjász roham. Az ötös invader. Egy. És csak egy darab ezért efficit kapsz érte. Tiszta gáz. Nem dobott ki egyik se semmit. Néha kidobják az armorjukat. Ez egy jó armor. Főleg a sisakja tetszik. Na jó, akkor ez is megvan. És akkor még egyszer elmegyünk a foyerre. Immáron utoljára. És fel kell venni a legalsó bonfire-t is. És akkor szépen sorban kinyírjuk a Cake Smeltert, aztán a Fume Knight-ot, és utána a Sir Alon-t. És akkor az lesz a vége ennek a DLC-nek. És akkor ahhoz le kell mennem itt. És akkor az a trükk, hogy nem abba az ajtóba kell bemenni, hanem itt van egy másik lift. És ezzel kell lemenni. Opcionális ide felugrani. Nem muszáj, mert ha egyen lejjebb is van híd, és ott csak simán át kell sétálni. Strength ring. Ennyi. Elfogyott a staminám, nem tudnak agyon ütni. Glúgy. Ennyi. Ide is. Hogy elővesszük az íjat, amit kivettem. Igazából úgyis tök mindegy, hogy az ember milyen íjat rak be. A lényeg az, hogy íj legyen. És akkor ez kap egy kis poisont. Hogy mi? Meg is kapta. Au. Ez hiba volt.
Nagyon, de... Na jó, elég volt belőled. Nagyon, de nagyon messze kell lenni tőle, hogyha ha inni akarsz, mert elképesztő range-e van. És hát ez a terem nem ad rá túl sok lehetőséget. De hogyha kicsalsz tőle egy támadást, akkor megoldható. Ezeket meg nem ütöm, mert rajtuk van ez a rohadt S. Ez a habu. Amitől... Ne, ne, ne! Miért fogyott el a staminám? Hm? De úgy elfogyott, hogy vissza sem akart töltődni. Jóval kevesebbet sebzek akárkire is, akin ez a szar rajta van, már pedig itt lent Nadália szobrok vannak. Egy fönt is van egy, de most ezek a fontosak. Ezek a fontosak, van négy. Négy darab basszus. Egy. Nyasz! Brave Warrior. Ennyi. Ha én közel tapadtok a baloldali falra, akkor nem jön elő a két óriás, ami ezeket őrzi. Majd is meglátjátok, kiről beszélek, amikor ehhez a bosshoz jövünk. Akkor majd pont érthető lesz, hogy mi van. Jó, na. Full HP. A Skull. És... kettő Gold Pine Resinem. Na, most az lesz, hogy azt a 34 ezeret elköltöm Gold Pine Resinre. És akkor az Iron Passage-től folytatjuk most. Na, itt vagyunk. Itt jön mindenki egyik kedvence. Az Iron Passage. Smelter, kék Smelter démonnak a ránja. Ez most nem kell. Megmondom, én hogy szoktam csinálni. Persze le is verhettek mindenkit. De az uncsi. Úgyhogy inkább. Inkább egy kis taktikás manőverezéssel kikerülni a népet. Ha nem jön le a következő? Néha lejön egy... Áú. Néha lejön egy... De most meg... A rohadt anyádat, hogy utólag jöttél le. Na, szóval néha leszokott jönni egy második is. De a többiek... Általában a többiek nem jönnek le. Mi a fasz van? Hányan jöttök? Túl sokat időzök itt szerintem azért. Általában az, hogy lejövök, megütöm azt, aki itt áll, és már futok is tovább. Készülni kell rám, hogy az asztrológus a kurva anyád! Ez így nem jó, hogyha ennyien eltalálnak. De, hogyha át tudsz rajtuk jutni, akkor innen már easy lesz. Mert ide aztán nem jönne senki. Csak az a varázsló onnan. Azt meg mindenképp meg kell ölni. Mert ezt a fastos, vizé, feketés, lilás szart nyomja rád. Amitől, néha is átlő a falon, amitől nem tudsz gurulni. Pontosabban tudsz gurulni, csak fetrollozni fogsz. És hát az meg kinek jó? Senkinek. Hallod? Több száz órán van a Dark Souls 2-ben, érted? Még az életben nem jött le egy darab. Egy darab se. Most? Most az előző helyen is hárman jöttek le. Négyen? Azt lehet négyen. Hárman. Na mindegy.
Előző helyen is hárman lejöttek. Ide is lejön egy olyan, aki sose jön le ide. Na mindegy. Megöltük a varázslót. Feltöltjük a höpöt. Én nem szoktam foglalkozni a többiekkel itt. Úgyhogy ezt most felnyomom. Meg benyomjuk a Gold Pine Resin-t is. És már megyünk is a bosshoz. Te búzeráns! Amit ki akartam lövetni vele a nyilát, mert belém lő, ahogy megyek be a füstkapun. Egy. Azaz. Ó, hogy... Oké, te ilyenkor föl is robbansz. Hajlamos vagyok elfelejteni. Dehogy is. Hülye vagy te. Ez mondjuk fájt. Kettőt iszunk gyorsan. Ez is fájt. Ez meg neked fáj. Menni kéne. Azt hittem izélni fog. Felrobban. Ez viszont felrobban. Úgy. Viszlát, Blue Smelter Démon. Haha! Ti meg le vagytok kakilva. A viszontlátásra. Hát jól van. Falos maszk. Ölni. Adál le. És akkor itt van a bonfire. Azért nem teleportáltam el Homeward-bonnal, mert én akkor kijutunk ide. Jó, akkor a következő helyszín. Lowermost floor. Jöjjön a Fume Knight. Na szóval ezek. Ebből kettő is kimászik a föld alól. És mind a kettőnél ilyen rohadt nagy range-ű, meg hitboxú buzogány van. Így inkább nem nyomnék az arcomba. Mr. Fume Knight. Ő egy tök jó boss. De nagyokat ütök. Aha. Kéne hílelnem egyet. Aha, stamina management fontos. Mindig kell hagyni staminát. Mindig. Ojjajajajaj, ahogy a másik irányból kapja el. Nagyon nagy a tűt a rohadt életbe. Elbasztam. Pedig ő is meg lehetett volna. Ha nem vagyok balfasz. Igazság szerint könnyebb, hogyha jobbra dodge az ember, nem balra.
Csak akkor kell a Balra Lodge, amikor ezt a nagy viszintes vágását csinálja, ami lassan megy. Mert akkor keze alatt lehet a legkönnyebben elférni. Na. Hol vannak a szól? Ja, út közben. Olyan szép kék fényes a terem. Ja, hogy vissza is pattan a kardom, meg az anyád. Stamina. Hopp, na most kell arra ugrani, de túl nagyot ugrottam! Túl nagy volt a dodge. Néha négyet is üt. Az a kemény a négy. Ja. Oh, jaj. Oh. Nem már! Bah, barom. Oké. Okay. Hát is utolér. A rohadt életbe már. Hallod? Két ütés vagy. Két ütésre vagy. Léci. Ne szívassál már. Na, faszom. Rég megölhettem volna. Úgyni. Megvan a korona. És akkor mehetünk Szaralonhoz. A DLC-nek a utolsó bosszához. Szerintem én csak simán beszaladok a Bonfiréhez. És fölteleportálok. Vajon hova lett a másik óriás? Lehet elő se jött. Első költöm a szólókat, szerintem nem szándékozom elhalálozni Sir Alonnál, úgyhogy majd maradjunk is így ennyivel. Viszont a full HP-mat azért szeretném visszakapni. Jó. És akkor menjünk ide bele. Ez is egy memory. Sokkal több időt hagy, mint a Giant Memory-kra, viszont ennek is véges a határideje. Ezt az IS végigjátszásommal éreztem meg először. Amikor nem sebeztem olyan túl nagyot. És már kicsit régebb óta húzódott a harc. Aztán közölte, hogy hát, nop. Így. Nem áll szándékomban levágni az összes létező alonkatonát. De néhány utánam jönnek. Na mindegy, őket is hagyjuk. Egy kis slalom. És akkor itt meg lehet gyógyulni, hogyha az ember elmegy a kötfalig. És akkor bemegyünk. Szóval nem para ez a rám. Hello! Sir Alonne! No! No, no! No! No. No. Azzal meg aztán főleg no.
Eltalált a francba. Pedig ma azt hittem meg lesz a izé, harakiris mozdulat. Minek ittam? Ah, nem éri, beszorultam. Na! Még utoljára elkapott a rohadék. Egy ütés vagy a csöm. Egy ütés. Én nyerek. Én nyerek, nem te. Soul of Sir Alan. Ah, olyan jó ment. Azt hittem meg lesz Hitlessre. Egész jó haladtunk ugye 70%-áig a dolognak. Megöltem volna saját magát. Úgyse sikerült még azt elérni. Na jó, hát ennyi volt a második DLC. Mert a Dexfag erős. Nagyon erős benne a Dex. Na és akkor... van még egy bő 50 percem befejezni a következő harmadik DLC-t. Szerintem az elég. Hello, hoztam 240 ezer szólt. Mit szólsz? Erősz? Örülje! Na, hát nem tudom, hogy az 5 dexterity-vel... Hát nem túl sok, az 3 damage. Akkor csináljuk azt, hogy vitality-t fejlesztünk. És akkor minél könnyebb vagyok, annál jobban mozgok. 53%. És csak a poén kedvéért, még beleinkorporáljuk a dolgot, hogy az Undead Ditch-ben égetünk egy asszetiket, és meggyilkoljuk Velstatot még egyszer, mert kell a gyűrűje. Kell ez a plusz 2-es gyűrű. Úgyhogy burn, egy asszetik, és akkor utána zúzzunk a DLC-be. What is done, cannot be undone. Nem fogok foglalkozni itt a néppel. Bár például ezt az effigy-t felvesszük. Meg a Hero Salt innen középről. Szerencsére a shortcutot nem bántja a bonfire aesthetic, úgyhogy azt nem kell még egyszer megcsinálni. Úgyhogy megyünk. És most nem érdekelnek a harangok se. Meg ugye a ládák is nyitva maradtak, mert a fémládák nem jönnek vissza. Úgyhogy hello! Arra befele. Velstatt. Gyere! Tudom, most egy kicsit keményebb leszel. Jó kis delay van rajta amúgy. Ez még így is rohadt erős vagyok, baszki, pedig itt már armorja is van. Hú, kár volt. Na. Egy. Százezer! Marha! Még fussál bele ezekbe, nem? Jaj, ha elfelejtsetek már el!
Mendriket is levághatnám. Le is vágom. Ja, ide, Mendrik. Az istenit! Álljál már meg. Csomó szóltad. Főleg egy New Game Plus-os Vendrick. Úgyhogy miért is ne? Nem szabad mögötte lenni, konkrétan mögötte. Így a zombiánál kell akrobatikázni, mert akkor hátraugrik. Ó, bassza meg. Főleg amikor beáll a valamelyik sarokba, az a kedvencem. Na, most meghalsz. És akkor nem tudsz mögé menni, és akkor a, akkor a kardja van, hogy egész termet beborítja. Na. Rögtön lett még 300 ezer. Jó kis helyez. Beestat Vendrick kombó, és csak egyetlen asszetiket kell felhasználni hozzá. Itt milliókat lehet farmolni. Egyikük sem kimondottan nehéz boss, főleg hogyha van damage-et hozzá. Mindjárt felteszem a gyűrűt. A Royal Soldier Wing 2-t. Hogy még több legyen a teherbírás. Úgy 51%. És akkor még adjál nekem még Vitality-t. Azt a kurva! Ultra gyors vagyok. Egy fullos üzében. Alon Armorban. Nagyon jó. Na, akkor jön Frozen Eleum Lois. Fel kell szedni az Eye of the Priestess-t, hogy lássuk a cicát. Aztán leütjük a cicát. Aztán felszedjük a Frozen Outskirts kulcsot. Meg felszedjük a lovagokat. Szép futás lesz. Jó nagy ez a DLC. Színyászi. Te kis paraszt. Kék vagytok parasztok? Addig ma szevasztok. Ennyi. Eddig lehet hogy kerül ki engem. Eddig lehet amúgy speedrunolni, mert itt, ebbe a folyosóba itt bezár az arc. És akkor ott tartasz, hogy előtted is, mögötted is, és két oldalról szanaszét szurkálnak, és az annyira nem vicces. De innen lehet folytatni. Innen lehet folytatni a speedrunt. Inkább szaladjatok, mint guruljatok. Mert gurultok egyet, akkor tiszta hó lesz az egész testetek. És akkor lassabban, alapból lassabban töltődik a stamina, hogyha meg vagytok fagyva. Akkor is, hogyha egy ilyen eltalál. Persze harcolhatnék is mindenkivel. De mi végre? Olyan sok szólt nem adnak, hogy megérje. Most ha most mindenkit megölnek, akkor szerintem ilyen 25-30 ezer lenne a vége.
Bonfire! Szerintem megyek is tovább. Elég, hogy meggyújtottam. 40. Futi, futi. Tehát csak ne lövöldözzél rám. És te hogy bírod ezt? Ó, ebbe belehalok. És nem haltam még bele. Ez érdekes. Menjél már! Miért volt ilyen nagyon kevés HP-m? Mert hülye vagyok? Kurva szállod te. Hát szégyítlek. Ez is muszáj megölni. Nem tud kinyitni a kart. Vagy nem tud meghúzni a kart, mert folyton leütöget. Poise break van, és akkor abba hagyod a karhúzogatást. Nincsen közben iframe-ek, hogy meg akarsz húzni egy kart, vagy ki akarsz nyitni egy ajtót, aztán akkor nem engedi a játék, hogy ütögessenek. Ez itt nem működik. Jó. Egyelőre itt be van fagyva minden. Úgyhogy megyünk is tovább arra, amerre lehet menni. Megsugom, erre lehet csak menni. Jó. Egy Crimson Water. Turn away. Hát, pedig én meg fogom találni. Eye of the Priestess. Jesus! Mit csináltál? Mi volt ez? Mi volt ez? Ja, ez az izének a fegyvere. Ami... A Dragon Shrine-ban volt az a nagy lovag, akinek ilyen ultra pajzsa van, meg ez a kalapács a kezébe. És akkor Frozen Elm, Lois Outer Wall, és akkor most már látjuk a sziszát. Úgyhogy jöhet is Ava the King's Pet. Egész jó bosszok ezek a sziszák is amúgy. Ezzel a DLC-vel csak a Frozen Outskirts a baj. Pontosabban abban is csak az az igazi baj, hogy nincsen benne Nincs benne fél úton, egy bonfire, és egy nagyon hosszú a rám. This dead city has nothing to offer. Go back. Go back. Do not seek the old chaos, nor its twisted flame. Gyere, Sisa! Ez a boss, ez reakciós boss harc. Ó, bakker. Kicsit közelebb is lehettem volna. Micsoda? Hát meddig menjek még el, hogy ez ne hasson? Ó, jaj!
Benézem itt a atakokat. Menjél varázsolni! Menjél varázsolni! Azt csinálhatod. Azzal hogy találtál el? Sisza! Sisza macska. Ava, the king's pet. És akkor most jön a hosszú futás. A három darab lovagnak az összegyűjtése. Bejárjuk egész Elumbloisot. Csak előbb feloldjuk a jeges átkot, hogy hozzáférhető legyen a DLC-nek így a fele. Alsanna. Hello. Pedig van kettő Divine Blessing talán? Nem, veszem a shield. Miért gondoltam, hogy Divine Blessing van benne? Nem tudom. Na jól van. Lovaggyűjtés következik. Méghozzá az elejétől kezdve. Hogy is van? Ha innen megyek, most egy kicsit el kell gondolkoznom. Nem. A másodiktól közelebb van az első lovag iránya. És akkor... Igen, innen visszafelé, a másik meg tovább van. Jól van. Jól megy a térkép, aztán át kell gondolnom, hogy mi merre van. Nem arra megyünk, hanem erre. És akkor itt szépen visszajutunk a Bonfire előtti részre. Ahol is 5000-en lőnek, de most már nagy jégszobrok is kiolvadtak, úgyhogy azokban is ellenség volt. Jó van. Nyugi van. Oda tartunk. Csak le van szakadva a híd, úgyhogy szép, szép hosszú körvonalon, vagy na, szép hosszú kerülővel kell menni. De hát az nem baj, nem igaz? Szeretjük a kerülő utakat. Ja, itt vannak a szúros patkányok. Inkább nem. Inkább nem akarok velük túl sokat foglalkozni, mert eléggé parasztok. Ó, de azért jönnek utánam, mi? Menjetek vissza. Köszi. Hexer Nikolaj. Figyelj, gyere már ide. Beszéljünk egy kicsit a rossz döntéseidről életed során. Például erről, hogy ide jöttél varázsolni. Nem baj, hogy varázsolsz. Csak miért úgy csinálod, hogy közben én nem tudlak lőni? Vagy na, ütni. Itt van ez a buzi. Hogy üzöttél mellé? Ne üss már mellé. Ezt azt meg ne célozd már be. Van itt másik is.
Hát, hogy ez hogy ment mellém, azt sose fogom megtudni. De a bonfire-t azt felveszem. Azt mindenképp. Hát jól van, nyissuk ki a nagy kaput. Szerintem Jabbát se fogom megölni, mert minek. Még meg belőtt az ajtón. Hello! Azt hiszed, nem látom, hogy ellenség vagy. Maldron az assassin. Te kis buzi. Hogy ide szaladt? Ne! Meg majd te fogsz megölni, nem? Az a poén, hogy ugye izének álcázza magát, barátságos fantomnak. És ha kinyitsz egy ládát, vagy valami ilyesmi, akkor simán, simán backstabel is azonnal meghalsz. Blugy, blugy. Persze őt sem feltétlenül kell megölni. Béna. Istenem. Biztos azért van, mert meleg van. 3/4-1 van, és még mindig meleg van. És ez megbocsáthatatlan. Hogy van a szobában egy 30 fok. Úgyhogy éjjel van, bazd meg! Jó lesz már, hogyha beszerelik a légkondit. Hú, de milyen jó lesz. Itt vannak Thinking Titanite-ok is, meg mit tudom én, ez most pont az volt. Itt van Jabba. Megy már oda egy Jabba. Ja, látod? Ja, hogy konkrétan elállod a kijáratot. Világos. Erre van a kijárat. Oh, igen, ezek is itt vannak. Mindig elfelejtem, hogy itt van két ilyen guruló szar. Akik simán ki tudnak nyírni amúgy. Tehát, hogyha úgy jössz ide, hogy nincsen sok HP-d, vagy akár nem vagy elég szerencsés, akkor simán elkapnak mind a ketten. És addig tekernek, míg meg nem alsz. Nagyon-nagyon csúnyán sebeznek. És azt hiszem, még bleedet is nyomnak rád. De ebben már nem vagyok egészen biztos. Úgyhogy slalom, baby, slalom! Ugh! Hát ez nem volt valami eredményes slalom. Azért vagyok ilyen bátor, mert szülőhelyem inkubátor. Nagyon régi és nagyon szar. Szóval azért vagyok ilyen bátor, mert itt a lift, és nem jönnek utánam. Ne! Azt hittem, pafon értem, bazd meg! Á, Istenem! Úgy tök úgy nézett ki a textúra, mint hogyha már felért volna a lift, mondom, akkor megyek is. Ez. Ez igen. Átszlalomozok mindenkin. És leugrok a liftről. Azért. Ez már egy magasabb fokú művészet, amit én itt én űzök. Micsoda pontos ugrás be az ajtón. Szerencsére nem vagyok messze, de ez egy kicsit láma volt. Gyászos, gyászos felhozatal. Ne, ne, abbahagyni! Abbahagyni!
Abba hagyni! Mit csináltak? Te ezt miért nem húzod meg? A másik oldalról kell. Húzd már meg! Majdnem leestem itt is. Hogy. Már tele HP-n, ha már ilyen sok effigy-nk van. Na, és most nem mászunk le róla. Még véletlenül se. Jaj, te hülye vagy, nem tehetsz róla. Becsaptál játék. Azt hittem, hogy már főnök felértem. Te meg menjél már. Jó. Nyissad ki a ajtót. Cső. Menj haza. Oké. Okay. Jó. Pápa. 1206. Te leesti onnan. Buták vagytok, ha leugratok. Na jó. Szerintem egy lovag off. Jöhet a következő. Az a baj, hogy még egy harmadik kört is futnom kell sajnos. Innen körbe még egyszer, mert nem lehet visszafelé menni. Mert itt a pályát úgy kellett megcsinálni, hogy a három bonfire között csak egy irányú közlekedés lehessen, mert nem jó. Visszafele nem lehet menni. Mert ilyen hülye droppok vannak. Amivel húzzák az ember idejét. Ha szeretnél feljutni oda megint, akkor menjél körbe, jó? Át mindenkin. Ettől még mindig a Dark Souls 2 lesz a kedvenc. Az összes Souls közül. De... vannak benne dolgok, amik nem tetszenek. Jó, és most erre megyünk. Erre megyünk ismét. Ez az ajtó is miért nem maradt nyitva? Egyszer már kinyitottam. Nonsense, hogy a bonfire becsukja az ajtókat. El. Na. Erre felé megyünk most. Ide valamilyen okból kifolyólag nem jönnek. És a tűzi-bűzivel ki lehet nyitni ezt az ajtót. És ki is kell nyitni ezt az ajtót, hogyha szeretnénk minden boss megölni. Ugyanis van itt egy kulcs. Nem is érdekel igazából az ellenség felhozatal. Mondtam volna, hogy honvart gondolok, de minek? Hát itt van a tűz a számba. És be kell menni ezen az ajtón. Na és akkor megyünk a következő lovagért. Szintén innen. De most... arra megyünk, amerre a következő bonfire-höz kell menni.
Felmegyünk a várfalra, ahol minden le volt fagyva. Elég lesz már, ha fussak. Téged bosszúból verőlök. De csak a bosszúból, mert a 440 szóllal semmire nem megyek. És akkor ez is egy ilyen szép hosszú futás lesz. De, még mielőtt szép hosszú futásozunk. Ezt ki kell nyitni. Na jó, figyelj. Én ezt azért meggyújtom, jó? Tudom, hogy leülni nem tudok. Nézd meg, hány zombinak ütök még mellé, szerintetek? Mindegy is. Tipli, tipli. Büdös faszomat a 30 fokba! Hajnali egykor! Rahat dühítő. Én nagyon utálom a meleget. Inkább legyen hideg, bakker. Ha fázok, fel tudok venni egy pulcsit. Vagy valami. Melegen van, hova faszomba vetközzek még? Jó, ezt az újatlat le tudom venni, ami rajtam van, de annyi. Attól még ugyanolyan melegem lesz. Na. Nem lődözni. Még ezzel is eltaláltál, a rohadt anyádat. Ide. Ide le. Te nem érdekelsz. Leginkább. Te megkapod. Jó van, örüljé, dobálózó. Jó, itt jönnek a kutyák. Ez leesett! Anyád leesté! Bassz meg, utánam ugrott! És az hagyján, hogy utánam ugrott. De úgy ugrott utánam, hogy abszolút semmilyen fall damage-et nem szenvedett el. Én, ha itt leesek, tehát én, hogyha nem a létrát használom és ott leugrok, abba azonnal vele halok full HP-ról. Pedig több mint 2000 életem van szerintem most már, 2455 HP. És azonnal vele halok. Tehát ez nonsense. Nonsense, hogy ő meg utánam ugrik. Jó, ne halljon bele, mert ne halljon bele, az itt dolog, de hogy nulla. Szóval én nem elég, hogy buzi vagy, de még a kurva anyád is. Azért tudjuk már, hogy hol a határ. Á, mondom, jön a négy kutya. Azzal azért elbánok. Aztán egy big fucking no volt ebből. Ennyi. De meg lemászol, nem mászol le, jól van. Azt hiszem ez egy híró szól, nem? Nem. Akkor az följebb volt, mindegy. Most azt én nem megyek vissza. Most, hogy már mindjárt végzünk a DLC-vel, meg az egész játékkal is. Gyertek, kutyák! Ennyi. Ennyi. Ennyi kellett volna. Belekavart itt a szarba. Mr. Pajzsos Lándzsás emberünk. Elpusztulni, ha mondom.
Jó. Ezt mindenképpen kinyitjuk, ezt a shortcutot. Mert ez egy nagyon nagy shortcut. Ide vissza tudok jönni a harmadik tűzitől, ha bármi baj lenne, akkor no para. Jó. Tehát van egy NPC, aki olyan kis aranyos varázslatokat tol. Az a baj, hogy mindjárt észre fog venni az a másik. Gyere csak te! Mindjárt odafutok, mögét kerülök. Sajnos eddig nem jön el semmi, amit csinálsz. Nem gondolod, hogy bele fogsz szaladni a izébe. Édi. Na most megkapod. A Dark Orb az egy fájó varázslat, a Dark Orb. Meg a Crystal Soul Spear is, amit csinál. Szerencsére nem haltam bele. Egy. És akkor talán a harmadikat a legkönnyebb felszedni, harmadik lovagot. Innen viszont mindenképp homewardozunk. Legalábbis így speedrun ügyileg a harmadikat a legkönnyebb felszedni. Csak majd megint az lesz, hogy... ez. Megint az lesz, hogy kiteleportáltam, amikor megszereztem a harmadik bonfire-t, és nem öltem meg az invadert, úgyhogy az invader fog szivatni. Úgyhogy ezt majd meg kell gyilkolnom. Gondolkoztam pedig rajta, hogy miért jó, hogy miért is kell megölni ezt az invadert. Aztán rájöttem, hogy azért, mert ha elindulok erre, és jövök a harmadik lovagért, akkor az elég keményen be fog zavarni. Holy Night Aurheim invaded. Meglátjuk, hogy ez mennyire fog sikerülni úgy, hogy közben ezzel üldöznek. Ő a Mr. Doboz. Mi lenne, ha csak te jönnél után? De mi lenne, ha tudnám mozgatni a kamerát? Az is tök jó lenne pölött. Kapod. Egy. Na és akkor mehet tovább a lovagszedő speedrun. Nem érdekelnek az egyéb ellenségek. Áó. Te kis buzi. Te kis buzi, biztos nem fogsz rám ugrani. Tudom, fölkelnek a gólemek. De szerencsére ez engem nem érdekel. Ugyanis ezt kinyitom. Hello. És megvan a három lovag. Úgyhogy most már elérhető a két utolsó boss. Úgyhogy fejezzük is be a DLC-t. Legyen akkor először az old, vagy a burnt Ivory King. Már megint nem vagyok tele. Mibe haltam bele? Leave.
Jó, ez nem leave. Kidobtam egyet, idióta. Én nem tudtam józolni. Nem tudja senki. La 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 la. Max, 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 max. Max, 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 max. Minden max. Már csak teherbírás lehetne. Egy picit növelni. De azzal meg mire megyek? Most már nem nagyon sokra. Úgyhogy zúzda. Volt káosz. Csat. Elővesszük a live gemeket. Kell lenni fog belőle egy csomó. De megkaptad. Na. No, no. Meg kell gyógyi. Persze, még egy izé is van itt. Még egy olyan is van itt. Hagyjatok már! Piromancereket megöljük. Meghalni. Ah! Te bunkó. Persze, két Pyromancer is van. Megölni, hogy... Egész jól állunk. Eltolok egy ilyet is. Az baj, még innen is ki fog jönni még egy. Aj, nem áll, nem zártad be. Ha nem zártad be a kaput. Zárd be a kaput. Azt le kell ütni. Úgy. Na, hello! Úgy. Kicsit megütlek, jó? De nem olyan nagyobb. Most kell megcsapni a szárat, amíg buffolod a kárdodat, vagy azt a valamit. Hoppá, stagger! Haha, sosem maradt még életben lovagom. Mi történik ilyenkor? Csak elmegy. No, megvan az Ivory King. Igen, innen azért nem kéne kiugrani, csak úgy. Jól van. Akkor nem maradt más hátra. Csak a macskuszok. Azért 238 ezer lelket elköltök. Még így utoljára. Minél nagyobb lesz a Vitality, annál kevesebb staminát használok. Pont jó lesz.
Megyünk ide. Elküldés. Pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa. Mi-mi-mi. Persze nem fért volna bele 2 órába mind a 3 DLC, hogyha a másodikat is nulláról kellett volna csinálnom. Akkor azért ott is lett volna némi barangolás. Wow, most komolyan? Hát, ha már utolsó harcra megyünk. Akkor már legyen legalább még egy. Legyen már 35. Király. Na, jók vagyunk. 43,7%-os terheltséggel. Az Expulsion Chamberbe. Akkor lecsúszunk a koporsóval. Aztán átszaladunk péniszfalván. Tátott szájjal. Ez a villámló lovas rész, ez kb. Az. Ott kicsúsztunk. Úgy emlékszem, hogy arra felé van az arra. Nem? De itt vannak. Itt vannak a szobrok. És akkor arra van az első épület. Az első épületig nem jön semmi. Aztán utána jön csak a finomság. Szóval kevésbé fájt volna az embereknek ez a terület, hogyha a harmadik épületben lett volna egy bonfire. Csak így nagyon-nagyon sokat kell menni a bosszokig. Meg kell várni a hóvihart. Addig... Ásítok egyet. Úristen, 4-2. De jó. Nem baj. Ezt most már megcsinálom. Sajnos az az épület túl messze van ahhoz, hogy 2 hóvihar között teljesen átérjek ezen a távolságon. Úgyhogy hamarosan meglátjátok, hogy miért is rossz ez a hóvihar dolog. Á, kurva szállat. Rohadt póni! Hagyjad abba! Hagyd már abba! Nézd meg, és megöl! Hihető volt, hogy nem steggerelősz le, te paraszt! Mindjárt előveszem a stone ringet. Ez nem normális, hogy belütöttem 4-et, és még meg se érezte. Ennél parasztabb ellenség a játékban nem létezik. Ezt most csak úgy így a levegőbe oda dobom. Az a baj, hogy mindegyik gyűrű kell. Ezt leveszem. Igen. Igen. Csak 8%-kal csökkent. Ilyen sok az izém. Hát akkor Stone Ring. Akkor nincs mese. Stone Ring. Ez a hülye ízének, hogy áll rajtam már. Faszom. Itt szexizek. Nos. Csináljuk ezt még egyszer. Na, ez a baj ezzel a pályával.
Na, hogy nem hiszem elgetsz, hogy... Áraha... Tetves, rénszarvas... Póniló... Hogy meggyilkolt már? Pedig azért nincsen kevés HP-jum. És halálra vagyok páncélozva. Nem indulunk el. Inkább kimaxolom a HP-mat. Csak sajnos ez egy kicsit uncsi. De a boss harc meg jó, tehát... Én a boss harcot azt én csípem. De... Igen, ez a Rales hiba volt. Jó. Igazából azt úgy kéne csinálni, hogy el kéne szaladni a ló mellett. Vagy akármi is, ez egy szarvas. És azt a 7000 szólt tőlem aztán itt is maradhat. De amúgy ott van pont. Valahogy meg kéne tartani az irányt. És talán sikerült is. Lehet hallani, hogy mikor lő rátok. Na, nem kanyarodtam el nagyon. Az fontos. Egy. Teve. Fast parallel. Úgy nincs. Na, mindjárt jobb, hogyha két ütéstől lesz tegger előtt. Kis buzi. Buziló. Na, Stone Ring, az egy nagyon hasznos dolog. Két ütésből stagger van. Azt akkor mindjárt nem az van, hogy téged lök föl minden egyes ütésével. Hanem szépen. Egy, kettő, aztán jaj. Na. Lassan elállhatna a hóvihar. És most oda kell menni abba az épületbe. Szóval... Vagy ebbe, ahonnan most jöttem, vagy abba, ahova most megyek, igazán elfért volna egy checkpoint. Tehát így... Nem is értem, hogy miért nem tettek. Jön a következő lau. Sose tudom, mikor kell dodzsolni ezeket a lovakat. Ilyen utána föllökni, ugye? Igen. Sajnos ilyet is tud. Vagy? Ez egy. Mindjárt bejön ide úgyis. Gyere be ide! Egy. Hopp, nem megyünk ki még. Jó, menjünk mindjárt. Na, come on. És ez a durva, hogy itt a hóviharban, ha túl sokáig vagy kint, egyszerre több ló is jön. Megjelennek ketten is, hárman is. Aztán azt sok sikert megölni. Na, elállt a hóvihar, bár itt se látunk sokkal többet. Viszont erre kell menni. Egy. Valahonnan lehet látni az egyik macskát, hogy fönnül. Nem mindegy. Azt a kis HP-t töltsed be. És a rend kedvéért beteszek egy Bright Bagot.
Egy. Bright bugot, majd akkor beugrik a sisza, másik sisza is. De most varázsolsz? Nem, rámugrasz. Ah, pedig szoktál varázsolni is. Nem jó az időzítésem, he. Ó, van, látszik fáradok. Azaz, azt csinálja. Most kell benyomnom a Bright Bugot, hogyha elszalad. Na, na, na. Au, na! Oké, szerintem sikerült. Na! Ó, oh, bakker! Oké. Okay. Nem baj, megérte. Ó, még az én is a fegyverem is törik, ahogy látom. Ojjaj, ez fel fog robbantani. Nem volt hova mennem. Na? Ne végezz! Oké. Okay. Ezt túlgyógyítom. Szarvicét! Na, azt hiszem benyomod a berzerket. Hát, arra már nem lesz idő. Na. Ja, pont a másik irányt választottam. No. Hát akkor ennyi lett volna. Dark Souls 2 Dexfag Edition Scholar of the Dexfag. Elfogytak a bosszok. Úgyhogy ez lett a vége. Mi lett a vége? Level 195, 50 Vigor, 40 Endurance, 35 Vitality, 60 Dex, 40 ADP. Chaos Blade plusz 5-tel. Meg egy ilyen vegyes felvágott Alon Katarina szett. Meg ezek a fincsi-fincsi gyűrűk. Mindegy, úgyis láttátok. Nem sokára akkor folytatom majd a Dark Souls 1-jel, illetve a remastereddel. És ott is Dexfag Edition lesz. De ott már kaszával megyek. Mert a katana az nem annyira jó, mint eddig egy kasza. No de, ha tetszett ez a rész, akkor nyomjátok meg ezt, mert ennek most vége van. Nem megyek tovább, nem csinálok mást. Ha nem tetszett, akkor így jártatok. Ez van. Az élet kemény. Ha mondani valótok van, akkor megmondjátok meg. Ott van a... Ottan van a komment. Mert az mindig jó, hogyha mondok valamit. Addig is sziasztok.